mikrofonnal. 11. alkalommal március 25-én pusztán csak a fönntartani a hagyományt. Egy meghívás alapon most csak a kártyánkkal kapcsolatban egy 15-20 perccel lépünk tovább a Kisfaludy Sándor gimnáziumból, dr. Benkő Attilával. Üdvözöljük! Sziasztok! És Presztyánszki Bogival, a 9. Cecil 9C osztályból, a Kisfaludy Sándor gimnáziumból. És csak annyit akarok a mai nappal, hogy először is itt a videóban megköszönöm akkor a munkásságát, mert Brogi nagyon sokat tett azért, hogy most tulajdonképpen véve ott tartunk, hogy holnapig van digitális téma hét, és hát bármennyire is sok fizikális, meg mentális meló volt a héten, jó lett volna, azt nem jött össze, hogy mára már olyan állapotban ez a kártya, hogy legalább a mai nappal, de a hét végül is nem fejeződik be, szombat, vasárnappal azért mit csinálunk talán az Andrással, hát de még most is földmunkám van. Ami a cél lett volna, hogy akármilyen ocska állapotában, de annyira elkészüljön az 52 kártya, hogyha nem is ezt a Bogi által feltöltött csodálatos táblázatot. Bogi, nyilatkozzá! Ezt mennyire kell lektorálnunk nekünk, ezt a táblázatot? Hát, ezek, amiket beírtam, azok pontosak, de egy több információt, de ezt nem találom. Annak tűnt, és ugye te C-s vagy, és hogy hívják, egy-kettőt nyúltam bele, vagy nem is az lett, hogy az én minkátám volt, ahol kimaradt egy-kettőt nézegettem, de nem nagyon találtam jó dolgokat hozzá, jobb dolgokat hozzá. Na most, ahol First Discover nincs, ott nem is tudom, hogy nem kéne akkor mi a véleményt feltölteni. Kicsit hangosítok, hogy te is hangosabb legyél. Mondjuk a videóban jó lesz, csak az én fülesem most beteg. Nem kéne ezekkel feltölteni. Tehát, hogyha a Main Discovery... Van ennyi információ igazából az interneten. Én a Wikipédián kívül csomó más oldalon néztem, mert egy csomó mindenkiről Wikipédia cikk sincsen. De ennél többet egyszerűen nem találtam. Tehát máshol is nézted, nem csak Wikiben? Persze. Persze, már nekem is úgy tűnt. Jó. Mindegy, ezekre még majd lehet, hogy majd csinálok egy olyat, amikor a valami ötletet tud rájuk egyesével mondani. Elég erős a kapcsolattartás az ISZE vezetőnév. Igaz, hogy most inkább ilyen oltás témákról beszélgettünk, de szinte naponta volt csevegés dr. Bánidi Sándorné Julikával, úgyhogy még ő is lehet, hogy ötletei vannak, hiszen ő nagyon sok nevet ismer az informatika világából. De nem is ez lett volna a lényeg, hanem a típusú algoritmusokat, ha kilinkeli valaki újra, akkor onnan nyitom meg, de itt nézem, hogy itt is van egy példa ilyen talált, hogy algoritmusok Python nyelven. Jó, mondjuk itt pár van, tehát nem a 20. Nem a 20 van. Python alapokban ilyet, ezt se láttam még. Szerintem egyszerűbb, hogyha nem keresek rá. Ciklus szervezés algoritmusok, de ezek nem a típus algoritmusok. Hát akkor vegyünk a Python idomára. Szóval az ennek, hogy abba gondolkodtam, hogy odáig eljutni a héten esetleg, hogy egy lerakójátékot. Na várjál, azt mondja, hogy akkor az nekem Python idomárt kellett volna. Tényleg most nagyon lent vagyok, így ebéd után meg pláne, de hát ilyen késői ebéd. Csak szépen sorban, és akkor az ő algoritmusait felhasználva, hogy odáig eljutni, hogy egy, amit már előkerestem, az a lerakó. Na most akkor ezt mi hogyan képzeljük? Tehát úgy képzeljük, ugye Attila, hogy a lerakó játéknál, ugye mint az A-tól K-ig, mondjuk a C játéklap, vagy egy egyszerűbbet nézünk, ami biztosan egy, itt end, tehát ez biztos, hogy egyetlen. Ha megosztod a képernyődet, akkor látjuk, hogy te mit lehetsz. Ja, jó, mondom, most ma segítsetek. Köszi. Mert ma nagyon nem vagyok képbe. Jó. Ugye a videó vette, de amúgy meg nem. Na most vagyok megosztásban.
Oké, okay, látom. Oké. Okay. Na tehát akkor, hogy ugye ez egy kicsi kis füzetszerűen akkor meg lesz alkotva a típus algoritmusokkal, nézi az illető a típus algoritmust, és akkor odáig akarok eljutni, hogy egy olyan Word dokumentum, hogy ha más nem, no, tényleg nagyon sok minden volt kinyitva, ebből is látszik, hogy biztos, hogy nem lesz benne a listába, már amikor utoljára hozzányúltam, szerintem volt egy hete. De legalább az a 2x2 parancsos, vagy legalább a Python parancsos rajta van egy olyannal, legalább egy olyan próbajáték, amivel a lerakó játékot ki lehetne teszteni, mert igazából onnantól jön a lényeges rész, tehát látszik is, hogy nincs is benne a listában. Ha megnyitást csinálok, akkor se, annyi minden volt már itt. Online egy Google Drive-on elkezdtünk egy doksit írni. Igen, de abban nem szerintes vagyok olyan jó. És nekem ugye most itt a fotó hátulja, itt ebben az egy oldal deckben, itt végül is megvan. Itt valahol itt errefelé ebben a témában, deck buildingben, itt kell legyen dátum szerint. Az utoljára használt Black Peter Command Symbols, igen, ezeken itt. Hát ez van egyelőre szerintem, biztos, hogy volt egy verzió. Ja igen, ezt kezdtem átszabni. Elkezdtem átszabni, alul két parancs, fölül két parancs, átalakítom, hogy kártyaméretű legyen, meg akkora legyen a vastagság, hogy ez alulra kerüljön. Tehát itt majd húzok annyit lefelé. Ugye itt a játéktér, itt ugye információs tömegek lesznek, ha minden igaz. Ja, itt lesz a kód. Itt lesz ugye kód, és hogy csak odáig eljutni, hogy az adott parancs megvan alul föl, de ez még akkor ugye nem jó, mert ugye fölőre majd meg kell osztanom, ugye itt még, ja itt kell majd az, hogy még fölőre is husson két parancs, majd átlakítom. És akkor lehessen legalább egy lerakó játékot játszani, a képsorban egy másik ablak, visszahívom a másik ablakomat oda föntre, ez marad, most miért jött le ide akkor, én már kikerestem ugye a fotóban, de az a kép, amit az előbb néztünk, az a lerakóhoz, vagy a programhoz. Ja, itt volt bent ebben. Persze, másodpéldány. Másodpéldány, tényleg nagyon... Ezt lehet, hogy föl se rakjuk, csak megőrizzük, jelezzük, hogy van ilyen. Ez a mai nap, hogy volt, de nem, csak kérésre mutatjuk be. Ezt nekünk kell hozzá? A lerakójáték? Szervusz, Monika. Valaki jött hozzánk? Csatlakozott? Mert el is tűnt. Az előbb volt. Valaki az előbb belépett? Én úgy láttam, mintha a németné Tóth Monika lett volna. Nem volt hívásban. De én csak kettőtöket hívtam. Mindegy, majd meglátjuk, majd hangot úgyis hallunk. Ezt nekünk kellett hozzá ahhoz, hogy azt mondtuk, hogy nem kell. Mert... De kell, csak nem kell megszámoznunk, vagy nincs értelme, vagy csak hagyományból számozhatjuk. És azt mondtuk, hogy az alja, a teteje nem kell, az a színes rész, és csak annyi, hogy lapokat lehessen lepakolni, és akkor a lapokon meg legyen... Igen? Csinálhatunk egy nulladik verziót, csak azért, hogy a kártya fajták számosságát ellenőrizni tudjuk, hogy tényleg rendben van-e. Hogyha csak üres, mondjuk A4-es lapokat felvágunk ollóval, és csak kézzel ráírjuk, hogy print, meg ilyesmi, ezeket, és akkor elkezdjük játszani egy algoritmusra, és akkor látszani fog, hogy melyikből mennyi kell. Biztos vagyok benne, hogy tovább tart kézzel megcsinálni, mint számítógéppel, mert én abba gondolkodtam ám, hogy itt ezt majd... Tudod, mivel a körlevél funkcióval töltöm ám föl?
És az akkor gyors, tehát körlevél címkés. Tehát csinálok egy olyan verziót, hogy körlevél címkés, és valószínűleg ez a belső része semmit mondó lesz, csak annyi lesz, hogy benne lesz a felül alul a két parancs, de az is lehet, hogy csak a Python parancs lesz rajta, az összes többi fals. És egyszerűen a Python parancsal akarok elegendő számú lapot. Még az is lehet, hogy ott is megállhat a történet, hogy most csak paintbe lerajzolom, sőt valószínűleg az lesz a legegyszerűbb, hogy a 1.0-asabbat megcsináljam, hogyha ez itt egy A4-es lap akar szimponizálni, akkor csak annyit rakok bele, hogy azt mondtuk, hogy hány lap kerül rá, csak hogy együtt agyaljuk ki. 1, 2, eredetleg úgy volt, hogy 3, nem? Várja, volt ott egy olyan kardekem, az úgy jött ki, azt hiszem, a méretek. Desktop, as basic, desk building projekt, fotó hátulja, itt a komolyabb fájl, mindjárt kinyílik. Ütöttem rá Enter, csak hát eltart egy darabig, amíg kinyitja. Ugye az nem egy egyszerű betöltésű. Egy oldal. Ott, ja, ez már maga az. Ja, mert itt a két oldal, de kettő akartam betölteni azt a hosszabbat. Szóval azt akartuk, hogy 3x2-es, oké, ez akkor tiszta, és hogy pont hogy fölférjen. Na most, hogyha 3x2-es, nincs mentés, akkor felosztom 3 felé. Tegyük föl, hogy úgy, hogy ide középre, akkor berajzolom a... Na, most csak a szabvány, ahogy sikerül a nagyjábolost. És akkor annyival jelképezem csak nektek itt a dolgot, hogy így. Na most ez úgy nagyjából, igen. És akkor azt mondom, hogy csak annyi kerülne normál lappal, hogy a két mező. Ugye a két mező, és abból is csak a Python parancs kerülne fel, és normál kinyomtatásba kinyomtatom. Én ebben gondolkodtam most. Gondolom itt lenne, tehát a primit, mert a annyi segítséget azt mondtuk, hogy legyen benne, hogy Pythonban vagyunk, és ez itt a print. És akkor ezt megcsinálom, hogy hívákkal, akkor az valószínűleg működni fog. Az összes kártya a megfelelő számban, ugye a listánk szerint az Ace Python listánk szerinti darabszámban kinyomtatom, az hour rank, ez volt az, kár volt nyomló, ott egyre pusztat nyitott. Volt valahol, hogy melyikből mennyit csináltunk. Azt ide tettük, húha. Mert valahol kiszámoltuk, hogy melyik rice code szerintem ott volt. Igen, megvan. És azt mondtuk, hogy akkor két de kinyit kell csinálni, hogy a darabszámok álljanak, és hogyha ez így most az azt jelenti, hogy 4x3x3, 9, ha 9 van egy lapon, akkor a számosság szabálya szerint pont 108 lesz 12 lapon, ugye? És 108 fér föl 12 lapra, tehát akkor 12 lapból megáll a történet, és csak annyi lapokat kapok, hogy normál papírt, amelyeken ott van az utasítás sor, ezzel a darabszámmal kinyomtatom, ugye amit itt zölden látunk, és akkor utána, ha a típus algoritmusok egy Word dokumentumba kerülnek, akkor már játszható lesz, mert meg egy ilyen kártyát játszunk, ugye, tehát egy ilyen fotokártyát, ugye, vagy egy ilyen lerakót adunk, ez van az illetők kezében, a típus algoritmussal, és ide meg lepakol, és a szabályok szerint lejátsz, és akkor ez vasárnapig, hogyha az Andrással játszok egy próbajátékot, akkor a digitális témahétnek az lesz a videója, hogy a 0.0, hogy nem is az 1.0-as, hanem a mi szokott 1.0 előtt lenni? 0.1-es verzió?
Hát sokféle. Null pont verzió. Akkor a null pont. A null pont verzióval akkor le lehetne legalább a lerakót. Jó, na most, hogyha én ugye Boginak megköszönni akartam itt leginkább, és nem újból melóval terhelni, majd ezt ugye berakom a alfabetbe, Rise Code-ban volt a darabszám, azt előre veszem. Nekem jónak tűnik a lista, azt majd le fogom majd, ez itt üres, ezt most raktam bele, le fogom majd ellenőriztetni a hölgyel egy beszélgetésbe, a duplikétet nyomtam törlés helyett, tehát ez tényleg, ez mai napot ezt törölni kell. Delete. Oké, okay. És akkor az a lényege, hogy akkor a tudós játékot, hogy a föltöltöttük, de ahhoz viszont meg kell csinálni, megint kopizok. Delete-et nyomjál. A tudóshoz viszont, hogyha 104 kártyát akarok, hogyha a tudóst is le akarom próbálni, akkor föl kell pakolnom még 52-t az a tudós kártyásunkra. Ez most ugye idővonalban van, és azt mondtuk, hogy idővonalban is lesz. Tehát timeline-ban, és akkor úgy nagyjából úgy tényleg úgy, így, na, ez volt a legmodernebb egyébként, ez a verzió volt, mert ide beraktam már ilyeneket. Ennyit kiegészítettem Bogi munkát. Fekete Péter, ugye Nikola Tesla, ugye ő lesz az FP. A Nagy Balázs ötletére, de én ezt megvettem, azt tetszik. És még ezek szerint, ha a 104 kártyás tudós játékot akarjuk játszani, úgy, hogy a kártyarenkünket figyelembe vesszük, akkor viszont, hogyha úgy akarok nyomtatni, mondjuk 12 lapért nem kár, kinyomtatom el 0.1-esnek csak a parancsnévvel, de utána ezt folytatólagosan vagy mellé meg kell csinálni másik 52 a külföldi tudóssal. Ha más nem, csak neveket sorolni, és még ne így föltölteni. Na most, hogyha valahol, akkor most azt mondom, hogy ez jó lesz zárásnak, mert ugye ezt is ígért, 20 perc. Találtok olyan adatbázist, ahol külföldi informatika nagyság, tehát az informatika történet nagyjairól, pláne excelesen, de én a kicsi esélyt látom, valami olyan, ami legalább az, hogy a születési év meg a halálozási év, vagy valami a találmánnyal kapcsolatban táblázatos, az jó lenne, mert akkor csak ugye eleve lenne egy listánk, amihez csak a translation-eket kéne megkeresni, a Google Search-eket megkeresni. A találmány neves az nem nagyon vált be, de ez ugye kézzel kell kikeresni, vagy kihagyjuk. Bugi ugye úgy volt vele, hogy szerintem ő nem is nagyon tudta, hogy itt mit akarunk. Ezen a tudós kártyán, ugye ő ezt a verziót töltötte. Tehát ő nem is értette nagyon, szerintem, hogy ez a Google patenttel mit akarunk csinálni. Ezt mi legyen, ezt kihagyjuk, ezt a mezőt? Mert ez marha sok meló lesz feltölteni, lekeresgélni, hogy hány találmánya van. És a zömének, mivel múlt, nem lesz Google patent szám, hogy jó, csak beütöm, aztán lesz. Igen, ezt kihagyhatjuk, persze. Tehát ugye itt ez kiugorhat, nem kell ennyi mező, mert a többi az viszont viszonylag tisztességgel feltölthető, más nem, behúzzuk egy autókitöltést, akkor csinálok egy duplikát, de most tényleg duplikétet, és akkor a tudós kártyából csinálok egy harmadik 25-öt, és akkor most mondhatom azt, hogy ebben a verzióban, azt fogom, igen, ez oszlop töröl, delete column, agyaljatok ti is, azt mondja, hogy delete column, igen, és az ilyeneket meg autókitöltéssel feltöltöm, ha csak egy találmányos volt az illető, az nem baj, hogyha hát nyilván halálozási dátumnak nem kell lennie, az hogyan lehetne finoman, azt üresen hagyjuk, vagy kihúzzuk, mi az, ami nem sértő? Ezen majd lehetne agyalni. Hát ha kihúzzuk, akkor egyértelmű lesz, hogy nem halt meg. Ha üresen adjuk, akkor meg lehetne úgy is értelmezni, hogy nem tudjuk, hogy ja. Úgyhogy informatívabb szerintem, ha kihúzzuk. Ja, az ott marad. Vagy
És hogyha odaírjuk azt, mert ez viszonylag könnyű a születési dátumból, ez függvényesen is megcsinálható, hogy hány éves, de annak nincs értelme, mert ugye nem összevonható. Attól, hogy odaírom, hogy az illető most 9 híján 100 éves, tehát 90... Odaírhatod, ha akarod, persze. Akkor egymás között még két ilyen kártya még tudna harcolni, nem? Autós kártyajáték, ugye az nagyobb győz. Ha azonosok az értékek, akkor mindig a következő értéknél van a harc, hogyha azonosak lennek az értékek. Ha véletlenül lenne, mert azért van, amelyikből van egyforma év is például. Itt nem látszik, de a timeline-oson látszik, hogy bizony nem egy olyan év van, ahol többször volt ugyanaz a születés, vagy a például itt is látsz egyezést, itt is van, itt, és így tovább. 36-os születésből is van kettő. Olyankor, ha a kettő közül valamelyik adat révén itt kéne dönteni, akkor az évszám az segíthetne. Note-nak egyáltalán nem kell lennie, nem kötelező. Ugye akkor az úgy jó. A Google patentet kihagyjuk, a search number az marad, és akkor esetleg, hogyha valahol van egy olyan informatika táblázat, ahol a külföldi nagyságok, hát megvan az a tábla, amit ugye én adtam annó, de hát azon, abból megint ki kéne szedni. Most nem is tudom, hogy ez most ezen nyílik-e, vagy hol. Nem, ez maga szerintem, ez a Google Sheet. Nem, felt itt. Tehát ebben biztos, hogy egyszer már dolgoztam rajta jócskán, biztos benne lenne a történet, hogy ez mi munka volt annó. De itt meg lenne úgy az 52, ha beleveszek mindenkit, de ők ugye leginkább feltalálók, találmányok. De itt ugye volt olyan, hogy informatika, az passzolom, hogy az hány volt, ami még az informatikához kötődik. Itt. Na most ugye azt megint Kempelen mondjuk benne volt a listában, de ők csak a normál... De ők még nem az informatikusok. De volt ebben informatikus széria, az biztos. Lehet kicsit távolabbról nézve. De külföldi is. Ha esetleg tábla... Na, innen indul, Sikárdéktól. Ja. Ja. Ez kettőben van. Ezt belírom a chatbe. Ide felhúzom. Elég, hol van a chatünk? Ez a hívás. Már nem találom a chatet. Ha valaki esetleg megtalálja, akkor írja be azt, hogy a egyszer a 170-ig, 169-ig van egy informatikai rész, de az nem sok. Ha azt nézem, hogy ez 151-től, mert a rovásírás nem tudjuk, hogy kitalálta föl, bár igazából nagyjából tudjuk, mert megnevezhetjük, mert megvolt, hogy ki volt az első, aki odaírta a számadás mellé a nevét is. Mert először csak nyilvántartásra használták. És egyébként a hologramosat is bevettük volna akár az informatikába, most már de mindegy. De ha innen veszem a 151-től, akkor ez idáig is csak 18, aztán újra kezdődik innen rovásírástól, hát végül is akkor a 170-től még itt mennek nevek, azt hiszem, hogy egyáltalán kijön-e. Hát van a 170-től a Linuxig, 235-ig az nagyon sok, az 65. Abból kijöhet 65 külföldi személy. Bogi, mennyire vagy eleresztve idővel a hétvégén? Még nem tudom, igazából. Még nem tudod? Egy napon mindenképpen nem rá, ez biztos. Csak odáig bevállalnád-e, hogy a neveket... Most már mindegy, hogy melyik listába teszed bele, de itt legyen az első, ez a tudós kártya, ez itt alul. Mert nem ez áll legjobban, az alfabetes áll legjobban. Ezt veszem előre, nem melyikbe raktam bele, hogy már benne volt a tudós kártya timeline, ez áll a legjobban.
ide már ugye lektoráltam, meg beraktam plusz kettőt, na akkor itt vagyunk az elején. Dint a harmadik kártyába neveket feltölteni, és esetleg, ha már feltöltöd őket, abba az adatbázisba lehet, hogy van is olyan, hogy születési és halálozási. Ugye? Látod? Esetleg ennyit, ha betöltünk, akkor az azt jelenti, hogy már úgy lehet neki nyomtatni, hogy parancsokkal együtt mind a 100, mind a teljes két deck, a teljes dupla deck, és már van rajta legalább név, bele tudom rakni, úgy nyomtatni, név és születési év, halálozási évvel, és egy jelzésértékű, túl nagyot nagyítottam, és egy jelzésértékű ilyen Fekete Péter is lejátszható, akkor már két mező kicsit tesztelhető. A parancsoros, a parancs rajta a programolvasó, program lerakó játék, és ez. Na, akkor ennyi. Tehát ezt kell akkor csinálni, hogy akkor legalább a külföldi informatikusok, ez a zöldséges terület, de még itt az előtte lévő 13-ból is lehet. A kód az itt lesz akkor a lista alján, ahonnét folytatni kell. tinyurl.com és ott a 8 karakter. És akkor ugye itt előtte is van már 13, mert majd azt, ami kimarad, azt majd kikeresem, hogy ki volt az Abacus föltelme, az én fejemben már ott van, hogy olvastam valahol, hogy viccesen, de leírták, hogy ki volt az, aki először följegyezte a saját nevét is. Mert ez még először nem volt szerelmes levél írására alkalmas, mert csak nyilvántartásokra volt alkalmas a Mezopotániában. Később lett olyanra, hogy lehetett rajta horrort, meg szerelmet is vallani. Tehát ezek a nevek, azt úgyis majd időrendbe rakom, azzal nem kell foglalkozni, csak feltöltés, én úgyis majd időrendi, betűrendi, ilyesmit vállalok, átlistázgatom, meg ez a zöld tartomány, és akkor meg lesz az 52, biztosan először csak a zöldből meg kell próbálni feltölteni, mert ez a zöld tartomány, ez bőven annyit, igazából ez több is, ha megnézzük, ha prezentet nyomok, azért, mert itt ugye úgy néz ki, hogy kettesével vannak. Igen. Tehát ez messze még több is, mint ugye, mint 52. Mert van, ahol itt már mind kettesével mentek. Ugye a zöld tartomány bőven lefedi az 52 lapot. Úgyhogy, ha megnézem, hány olyan van, ahol kettő van, amíg azt kiszámolom. Aztán zárom, szerintem nem akarom, mert 5 óra 50 és azt ígértük, hogy 20 perc, csak így ránézésre azt mondja, kettő, ott nem találtam arcot se, de ott is, mint a lenne név. 4, hát majdnem az összesen kettő van. Úgyhogy lényegében ez a 60 is igazából 120, tehát bőven van név, bőven van adat. Most ebből hogyan szűrjünk? Attila ötlet, mert ez meg sok. Az ősieket vegyük előre, amit illik tudni a tétel kapcsán, vagy az újakból hagyjunk el? Hát szerintem, ami relevánsabb, tehát hogyha olyan ősi, hogy ilyen nagyon alap, mit tudom én, így az Abacus, meg ezek az... Az kihagyható. Sikárt azért, hát, tehát Utrechttől hát Sikártól. Minél relevánsabb, annál jobb szerintem. Ja. Kezdjük akkor el úgy, hogy Utrechttől Sikárdon át, ugye Sikárdnál is könnyebb is megy itt, ráadásul ugye látszik, hogy itt igazából Babbage is kétoldalas. Tehát itt igazából ők csak 6 a 7-en vannak itt és kész. És akkor a fontosabb, majd nyilván a görögöket akkor nem vonjuk bele, hanem a fontosabbakat, aki az informatikában már tényleg valamit, mert Kepler azért már számolótáblák, meg már elkezdte, már gondolkodott az automatizmuson rajta. Esetleg akkor ne Da Vinci-től kezdjünk, hanem tényleg innét Sikártól, és akkor a pluszokat még, amikor följebb nem voltak, az hozzátéve, és a relevánsabbakat. Rábízzuk egy picit a szűrést, hogy amit a tinédzser hallott, amiről a tinédzser hallott, és fontosabb, 52 lap jöjjön össze. Ennyi volt. Akkor itt ebbe a listába,
ha ez összejön, de vasárnap délutánban szerintem hagynak nekem egy kis pihit, és szerintem akkor én megpróbálom vasárnapban legalább odáig kinyomtatni, hogy körlevél funkcióval, hogy a Python parancsok plusz az, ami adat megvan már adatmezőként, rátesz, de lehet, hogy csak én tényleg a születési év, halálozási év, meg a név. És akkor úgy normál nyomtatóval kinyomtatom, és hogy próbálok egy próbajátékot játszani az Andrással, hogy a héten belül, a digitális néma héten belül valami történt. Ha van ötletetek, mondjátok, ezt nem a normál listába fogom tenni, hanem amit nem néz a nép, a kártyaépítős listánkba, hiszen már van egy olyan is. Visszaadom a szót, meg a képet. Ha van ötlet, akkor tegyük hozzá. Kösz, hogy segítettek együtt gondolkodni, mert egyedül már nem is ment volna. Akkor így szerintem ez így lejátszható lesz odáig, hogy a program lelakó játékig tesztelve lesz, hogy az a darabszám kibukik-e, hogy sok vagy kevés, amit mi megalkottunk. Köszi, Bogi, hogy itt voltál, meg az eddigi munkádat is, meg hogy most akkor tényleg tarhálhattunk. Próbálkozz vele, hát ha sikerül, ott egy 52-t válogatni, de zárom akkor a vetítést, vagy a felvételt Kisfori Sándor Gimnázium Oblivion-katasztrófa védelmi csoportnak, most éppen a piton.oblivion.kisfori sümeg csoportjának a speciális dr. Szibolyan Imre ASBASIC kártyának utánérzése, többnyelvű programozási kártyacsomag, több célú programozási kártyacsomag építési munkálatai voltak és hallatszottak. Bresztyánszki Boglárkával, a Kisfori Gimnázium 9. C-osztályából és dr. Benkő Attilával, szenior programtervezővel. Mindenkinek a legjobbokat, jó hétvégét! Jó hétvégét, sziasztok! Hello, hello, köszi! Jó hétvégét!